Műtrágyát, növényvédőszereket és vetőmagot tárolnak abban az üzemben, amelyben gyakorlatot tartottak a védelmi igazgatásban közreműködő szervek és a polgári védelmi szervezetek. A járási hivatal és az önkormányzat munkatársai is részt vettek a gyakorlatban. Szeretnénk átadni egy tájékoztató anyagot a gyakorlattal kapcsolatban. Ez megtalálható a szombathely.hu weboldalon is. Így zajlott a lakossági tájékoztatás a környéken. Szóban és írásban is kaptak információt a lakók a fiktív veszélyhelyzetről. Szombathelynek ezen a helyén, ahol esetlegesen ilyen veszélyforrások vannak, itt évről évre rendszeresen megtesszük ezt a gyakorlatot. A tájékoztatóból megtudhatják az érintettek, hogy mi történik és mit kell tenniük, ha baj van a cégben. A gyakorlat szerint az ipari telephelyen tűz ütött ki, égett az egyik raktár. A keletkezett égés termékekben mérgező anyagok voltak, amelyek veszélyt jelentettek a dolgozókra és az üzem környékén élő emberekre egyaránt. Még sérültet is elláttak a mentők. Egyetlen olyan üzem található a város területén, amely külsővédelmi tervvel rendelkezik. Azért is, hiszen ebben a létesítményben, ipari raktározási létesítményben több száz különféle veszélyes anyagot raktároznak, tárolnak, és ennek az esetleges szabadba jutása tűz esetén történő felszámolás, illetve lakosság tájékoztatás, lakosság kimerekítés, kitelepítés a mai fő cél a gyakorlatban. A súlyos káresemény elhárítási gyakorlatban a szombathelyi hivatásos tűzoltók mellett a megyei katasztrófa védelmi igazgatóság mobil laborja is részt vett. A vegyi anyagokat tároló cégnél rendszeresek az ilyen gyakorlatok. Az értékelés szerint a beavatkozó egységek ismét jól teljesítettek.